Vigadozzunk üdvösségünk hősziklájának. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkét ad szeretetet. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökkét ad szeretetet. Közöttetek néhány, akik nem tisztelt. Mert
Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja átni. Így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennék? Örök életbeszéd van nálam. Mi hiszünk és tudjuk, hogy te vagy az Istennek személye. Boldog, akik hallgatják és megtartják Istenek beszédét, áldjuk, magasztaljuk a Szent Háromság egyet az Isten, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostolikus vallást. Hiszen egy Istennek, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és feltámadték. Alászállt a bokorra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetlen s nagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amely megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének
hogy még a legkiválóbbak is megvoltak. De akik az Úrban bíznak, erejét megújtsuk. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lazgatnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nevezett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az imént hallott igeiskolánk mottójává lett, és nem csupán a Bibliát lapozgatva kerülhetünk vele kapcsolatban, nem csak ott olvashatjuk el, hanem akkor is, amikor az iskola épületében rám a park felől lépünk be, lejövünk a lépcsőn, egy folyosóra jutunk egy belső ajtón át, és ott áll előttünk a falon Péter iskolánk névadójának az emléktáblája dombor művével, és ezen a táblán szintén azt az üzenetet olvastuk. Gondoljuk azt, hogy aki innen közelíti meg reggel az intézményt, az minden napon találkozik a bibliai hitével. Ugyancsak megtörténhet akkor is, ha csak egy órára, egy másik tanterembe, vagy éppen a könyvtárba igyekszik valaki ezen a folyosón keresztül. Jancsó Kálmándé iskolán első igazgatója fogalmazott így 15 éves évfordulóra készülő emlékkönyvben, illetlen választás ez az ige, amely több ezer év távlatából üzen, végig kísérte életünket és segítette a munkánkat. És ha most 30 év távlatából gondolunk vissza a kezdetekre, a mögöttünk hagyott időszakra, évekre, akkor ugyanezt mondhatjuk el mi magunk is. Hiszen minden elkezdődik valamikor. Ez a kezdetleni iskolánk életében valamikor az 1544-es esztendő környékére nyúlik vissza, legalábbis ebből az időből van először információm arról, hogy városunkban evangélikus szellemű oktatás volt. Aztán persze egyre több történelmi emléktes tanúságot arról, ami egyébként jó jellemző volt, evangélikus felekezetnek nagy hangsúly fektetett az oktatásra és a képzésre. Tudjuk azt is azonban, hogy intézményi működése nem volt folyamatosnak mondható, hiszen a történelem alakulása, vagy éppen a hatalmat gyakorlók időnként beleszóltak ennek az életében, és bizony voltak olyan időszakok, amikor az evangélikus iskolába folyó munka szünetel görben, mert működését betiltották, épületeik, ingóságokat, de még a könyvtárat is megfoglalták és elfogozták. 1749 tavaszán épp úgy, ahogyan történt ez 1948 nyarán az államosítás alkalmával, nem sokkal azt követően, hogy az intézmény felvette Petőfi Sándor nevet. A kényszerszünet után pedig már tudjuk, ismerjük mindannyian, hogy hogyan is alakultak a dolgok. Miután ismét megnyílt a lehetőség, a presbitérium 1991-es szentélyt nyilatkozatát, amely az iskola alapításról szól, vagy az azt megelőző óvoda alapítás határozatot, amely 1991-ben meg is valósulhatott, két beiratot jelent. Iskolán pedig 1992-es esztendőben tartotta első tanévnyitó istentiszteletét, amiért az első pedagógusok, Jancsó Kálmán igazgató asszony, az egyházközség részéről pedig presbiterek és gyülekezeti tagok, itt és Brábot, akkor igazgató lelkész vezetésével tették a legtöbbet. És bizonyára vannak még ma is sokan, akik emlékeznek a maroknyi közösség hitére és az ő kitartására. Az evangélikus pedagógusok felkutatására és megszólítására, kétkezi munkát, a parketta kiszolástól kezdve a szükséges eszközök beszerzéséig. Na és arra, hogy egészen bizonyos, senki sem lehetett a sikerben. Garanciát senki sem tudott támasztani semmivel kapcsolatban.
de a közösség Istenbe vetett hite adott elég erőt megtermelő feladatot. Ezt követően pedig szükség volt arra is, hogy az iskola fejlődjön, bővüljön, megteremtessék a működéshez szükséges feltételeket. Részegi kinden ugalmazott püspök úr pedig így emlékezik vissza erre a fejlődésben és fejlesztésben gazdag időszakra. Nem felejtem el egy fiatalos nagymama véleményét arról a szombatról, amikor zsúfolt templom gyülekezetében megnyílt gimnázium. Ennyit mondott, ezen a napon jó volt győrött evangéliusnak lenni, igét hallott. Most már nem csak a múltért adok hálát, de a jelennek is nagyon örülök. Mindezek után pedig szinte magától fogódik a kérdés a számunkra, hogy az újraindulást követően 30 év után vajon hol tartunk most? Vajon elmondhatjuk-e ma is, hogy köszönetet mondva és hálát adva mindenhatónak 30 évet követően jó ezen a mai napon győr evangélikusnak lenni, vagy más felekezetünk, más felekezetünként kötődve ehhez, de legalább az Isten igényét hallgatni. Én azt remélem, és hiszem, hogy igen. Hiszen erre ösztönöz minden, amiért hálásak lehetünk. Az egész Inzalom utánát érintő felújítás és bővítés, amely az iskolát és a benne folyó munkát is érintette, hiszen így lehetett kollégiumunk, és amely Magyarország kormányzat lehetővé támogató döntésével. Amelynek bár annak idején az 1%-os esély emlegetésével indultunk neki, amely az Isten kegyelméből mégiscsak valósággá lehet. Nem beszélve a szakmai munkáról, amely intézményünkben zajlik, az alapfokú művészetiskola beindításával, amely immár a 4 éve van jelen a falak között. Szellemiségen túl pedig a hit gyakorlásának, megélésének a lehetőségéről, mert az evangélikus öregtemplom, mint az Inzalom utánának középpontja biztosít diákok, pedagógusok, szülők, ülekezeti tagok számára. Egyszerűen arról üzenve, amit a Péter félmékfalon található igeszakasz fogalmaz meg Ézsaiás könyvéből, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megmondanak. De akik az Úrban bíznak, erejét megújulnak. Szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, azt gondolom, hogy iskolán Bibliából vett mottóját, jelmondatát a közönség valóban sokszor megtapasztalhatta. Átélhette története történelme során. Az elfáradástól, az ellankadástól, a botladozástól kezdve egészen addig a semmire sem hasonlítható valósághoz, amit a profétai hitvallás fogalmaz meg így, de akik az Úrban bíznak, azoknak erejét. És azt gondolom, hogy ma sincs ez másképp. Olyan történelmi és azt meghatározó élethelyzetben, amelyben nekünk mostaniaknak még nem volt sohasem talán részünk. Amikor most valóban elmondhatjuk, hogy a háború szomszédságában élve nem tudjuk, mit hoz a holnap. Amikor sokan azon gondolkodunk van, hogy mit lehet tenni egy ilyen sokszor kilátástalannak, talán éppen fenyegetőnek megért élethelyzetben. Hogyan lehet megmaradni? Hogyan lehet túlélni? Egyáltalán kell arra készülnünk, hogy túl kell élnünk valamit. És mi az, amit tanítani lehet, és érdemes a mostani korosztályban? Mert nem csak a kezdetekkor volt ez így, nem csak akkor voltak kérdések az akkor élő fejében, szívében és lelkében, nem csak akkor állt előttük az ismeretlen jövő, de most is egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon is érthetővé válhatnak az izraeliási sorok, melyek még a legjobbak ellankadásáról, elfáradásáról, vagy éppen megbotlásáról. Talán ezért is nehéz ilyenkor az ünneplés.
mert szinte lehetetlen megérteni a luteri mondatot, mely azt mondja mindeközben, hogy ha tudnám is, hogy holnap vége van a világnak, én még akkor is ültetnék majd a lámpát. Mert emberileg nem is lehet hinni. Nem lehet elfogadni semmit. Megmagyarázni pedig végén el. Ugyanakkor pontosan ez a mondat, amely kifejezi azt a bizonyos töbletet, amely ott van az egyházi iskolában, és remélhetőleg a iskolában is ugyanígy jelenik. Azt a bizonyos töbletet, amely a te kötősz után fogalmazódik meg Ézsaiás mondanival. Megújult erőről, szárnyra kellésről, lankadás és fáradtság elterülését. Mindarról, amely mögött a bizalom és a hitár, amely a körülmények ellenére és az Isten helyébe tud, Isten kezébe tudja helyezni a dolgok alakulását és az egész emberi életet. Mint hogy a bizalma is abban van, hogy az Isten szeret annyira, hogy nem csak a feladatot, de a növekedést is megadja számára. Hát igen, nem arról van szó, hogy nem kerülhetünk kihívások elé, hogy nem kell sohasem szembenéznünk embert próbáló helyzetekkel. Nem arról, hogy mindig minden szép és jó és tökéletes lesz életünk. Hiszen azt hallhattuk, hogy ez még a legjobbakkal, a legtökéletesebbekkel sem sincs így. Bizony, gondolhatunk arra is, hogy bizonyára nincs köztünk senki olyan, aki ne lett volna már megfáradt, ne lett volna már elcsüggett, vagy reménytelennek ülő élethelyzetben eddig életünk. Hiszen mindennek még akkor is részesei lehetünk, azt tudjuk mondani, hogy igen, szoros kapcsolatban vagyunk a mindenhatóval. Így néztek szembe félelmeikkel, ismeretlenül és mindenből fakadóval azok, akik annak idején elindították az evangélikus oktatást Győrvárosában, de mondani, hogy hasonló helyzetben lévő bárhol világban. És ugyancsak így nézhet szemben mindezzel evangélikus közösségünk akkor, amikor szünetelni kényszerült az oktató nevelő munka, vagy ismét lehetőséget kapva az újraindulásod elindulnak. És ismerve a történelmi menetét, azt is meg kell látnunk, hogy mennyi mindenért hálásak lehetünk, köszönetet fogadhatunk mindenható Istennek. Tudod, hogy tette ezt a bizonyos fiatal annó ma is, a gimnázium kihívásokat. És nem csak, hogy lehet, de kell is úgy erre emlékezni. És kell, hogy a hála megfogalmazódjon bennünk, és át tudja járni a szívünk. Mert kell ahhoz, hogy bátor szívvel és reménykedve tudjunk előre tekinteni, hogy fel tudjuk vállalni feladatainkat, és tenni azzal a plusszal a dolgunkat, amely az egyházi oktatásban lehet jelen. Mégpedig az Istenbe vetett hitnek és rajta csúlyú bizalomnak köszönhetjük. Nem valamiféle önállításként, nem úgy, hogy beveszéljük azt magunknak, hanem sokkal inkább azért, mert láthattuk, hallhattuk mindezt elődeinktől, és mindez a mi életünk része lehetett, és lehet ma is. Mindenki gyülekezet ebben a 30 évben, amit most ünnepünk, sok minden benne van. Egyeseknek személyes emlékei. Másoknak abban az időből való emlékek, amikor bekapcsolódtak az intézménybe, és beledjük egy kicsit a gyülekezetére, életébe is. Évtizedek, hónapok, vagy éppen hetek emlékei, amelyekben mindannyian megtalálhatjuk azt, amiért hálát adunk. Amiért pedig leginkább megtehetjük mindezt, az nem más, mint hogy az ő segítségével, és az ő elejében bízva biztosak lehetünk abban, hogy az ismeretlen jövőben sem fogunk meglankadni. Mert az Isten erőt tud adni számunkra. Ezért jó, hogy egyébként magunk elé tudjuk idézni az ézsaiási sorokat, meg tudunk állni és elgondolkodni róluk Péter emlékműve előtt a folyosón. Adja Isten, hogy ez te
lehessen az életünkben, és ő tartson meg, és ő erősítse meg bennünket továbbra is. És ez fontos legyen, fontos maradjon számosra a jövőben is. Amen. Isten békessége minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Igazság szeretettel társuljon. És
Segíts, Urunk, hogy akaratod szerinti életpéldát hozhassunk. Örülünk annak, hogy szemedben értékesek a tegyekész fiatalok és a megfáradók. A hitben érettek és a kezdeti lépéseket utálhatunk. A rendíthetetlenek és a kétségekkel nyugtunk. Az erősek és a gyengék, a fantáziatusak és a megforgalók egyaránt. Senki sem utasítat szel és kiszáll. Kérjük, vezess utadon, és engedd, hogy már most és egykor őrösszállottan megtapasztaljuk jelenlétkörvét. Mi úrunk által, kinek tanítása szerint együtt így imádunk. Mi mondjam, akkor és ne így minket kisebb és el, de szabadíts meg a gonosztól,
30. évfordulójára rendezett műsorunk utánaként Kápen Kié, Kedélyó című művét hallgathatták meg. Nagyanna Borka, Bella Borbála, Mika Boróka, Muraközi Orsolya és Varga Gabriel előadásának. Köszönjük Sorba János igazgatóját. Köszönjük Kara Ákos és Simon Tóber Balázs, országgyűlési képviselőnöket, és Győr megyei jogi város képviseletében Szelet Szabolcs alpolgármestert. Szeretettel köszöntjük ítélvényi pontvezetői, Jancsó Kálmánné és hallgatóné Hajnali igazgatóasszonyokat. Köszöntjük dr. Szabó Kálmánra, a Győri Evangélikus Egyházközség felügyelőjét, vele együtt a presbitérium és gyülekezet megjelenhetőjét, illetve a testvéri nevezetek képviselőjét. Köszöntjük a Evangélikus Köznevelési Intézményekbe érkezett vendégeket, és a Győri Közoktatási Intézmények képviselőjét. Végül, de nem utolsó sorban, köszöntjük iskolánk munkatársait, tanulóikat és szüleiket, valamint minden kedves megrendelőjüket. Most pedig fogadjátok szeretettel alsósaink előadásával a következő dalokat. Ez az a nap, és boldogabban énekelünk neked miután. Hangszeren kísér Várai Tamás, volt diákjaink édesapja.
Fodor András, 4. D-osztályos tanuló. Dóka Péter, fejlődik. Micsoda szégyen, mondta a nő. Ilyet a családban még sosem, ilyet még senki. Csak a nagyapád lenne tudja. Biztosan sok tévézés, meg a furcsa barátai, akik sose köszönnek. Ne is kell mondanom, pici szégyenlős, nagyon nem is. Ez az fiam, mondta nagyapa, a miért nem vált izé. Én magam is sokat tudtam, nagy magán voltam, annyi biztos. Igazi felegyerek, híres maga volt, az iskola lényeg. De a nagyinak egy szót se, megérde a szíve szegénynek. Már megint te, mondta az anyám, mit kell még elviselnem? Minden fiú ilyen? Miért is nem egy lány szültem? Egy pici, aranyos, dolgos kislány. Vernék neki csuki ruhát, meg pillangó formájú hajcsapot, azt a kéket. Tisztára, mint az apám. Jobban neki el sem mondod, van baja elég. Csak így tovább, fiam, mondta apám. A te korodban én is, de ez maradjon köztünk. Aztán máskor ügyesebben, hogy ennek kapjanak, és másnak nem mondd el, mert ebben a családban csak én értelek meg. Jól jegyezd meg, fiam, ez férfi dolog. Az evangélikus iskola falai között fejlődtek és erősödtek a dolgokban,
az Istenbe legyen hízen, és a kettő hogyan adhatott a számunkra erőt, vagy éppen mutatást, amikor arra volt szükség. Múltbéli emlékek pedig hozzájárulnak a jelenhez, a mindennapi munkájához, szolgálatához. Ebben a mostani időszakban pedig különösen is szükség van rájuk, hiszen egy világot alapjaiban megmozgató változást, átértékelődés közepén vagyunk, és nehezebben találjuk mindennek a helyét, sok új és szokatlan feladat elvőlelik. De Istennek legyen hála ezért, hogy a jelent is rábízhatjuk, még pedig azzal a reménységgel, amely a múltban megtapasztalt eredmények alapján lehetett. Vagyunk ezért hálát Isten szíve előtt mindazokért, akik annak idején sokat tettek az evangéliumok oktatás kibővítésáért, egyáltalán az előttünk is. Olyanokért, akik itt lehetnek közöttünk, és olyanokért is, akik már. Adjunk hálát Istennek az ő hitükért és elhivatottságukért, és kérjük tőle azt, bennünket is kísérjen tovább kegyelmes szeretetével, és erősítsen meg a benne való, hogy hozzon bármit is a jövő, meg tudjuk tenni mindazt, ami rajta múlik, a többi pedig fakadjon Isten irányunk való szeretet. Köszönöm, hogy meghallgattad, köszönöm a megkezdődésre. Kérem, Karácsonyos Országgyűlési Képviselő Ura, tolmácsolja a miniszterelnök jó kívánságait. A magyar kormány támogatását,
aminek köszönhetően mindig mondjuk. A következő percekben Zsófisa is a Vándorló Palota című zongora művét hallgatják. Borbé Jádár, 1957-es osztályos zongora.
Kicsmékzás következik. Szilárdtól utca, 6. osztályos induló előadásában. Szabó D. Anna, útra való. Bátorság, indulj! Meg ne tartsd! Ne kérdezz, hogy a célod hol van. Kös könnyű kendőt, kös sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tám minden is hová vezet. Csak lélegez, csak légy, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell, kevés elég. A föld, a tűz, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útbeszélőből is égre lát. Nem van, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rátalál, aki vár. Az út kiír, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csávít befele. Puha, fészek meleg, sötét. Ki kitalál meg, az a tét. Indulj! A többi rátagyom, a táska lány a válladon, az ellensúlyról énekel, miközben lelked végre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidd, ne, ne járj. A messze jut, a visszaút, mindig magadhoz visszaút. Idős lelkészeink elbeszéléseiből tudtuk, hogy mi már terem az egyházi iskola.
tízeket nyilatkozta az egyik polgármestere. Nem is nagyon adta a esélyt a bemutatkozásra. A diákjaink azonban gyorsan megkerültek városi versenyi döntőjébe. Egy kapitány egyszer sírva mesélte nekem. Nem merem elmondani, hogy hova járok, mert különben a többiek. Azt hiszik, mi éjjel van, hogy imádkozunk. Anna néni egykor így beszélt a kezdetektől. Nagy jelentőség volt az a tény, hogy a értéket lesz a világban, nyíltan választott a keresztény elkötelezettségére. Lakrendi Puskás Sára egykori óvodai és iskola lelkészünk, aki hosszú éven munkálása kormányzta az intézmény arculatát és mindjárt az lelkét, így fogalmazott. Az ember az arcát sok mindennel áthatja. Tiszta, egyenes tekintet, ahol csak belőle munkálhatszok. Legyen az iskola arca a belső kormányzás helyén. Talán az sem véletlen, hogy intézmény az iskola elkészett Csorbának tart a Zsófia és egykori tanítványa. Mint ahogy az sem, hogy a városomban, illetve a megyékben már két volt diákon teljesen szolgálatot tematikus lehetőségek. Sokszor kérdezték tőlünk, mit a tematikus az iskola. Erre a kérdésre a legjobb válasz, hogy mindig így időtöztek, hiszen nekünk már néhány hónap elteltével minden természetes van. Egy híres amerikai professzorát így fogalmazta meg 2001-ben. Ez az iskola nem csak az elmúló élet iskolája, hanem az örökké való Jézus szívemhez kedves a következő megfogalmazás is egykori hetedikes diákunktól. Mondd csak, miért jó ide járni, és mitől evangélikus ez az iskola? Hát attól, hogy itt a tanárok nagyon szeretik egymást. Minden döntetünk, kezdeményezésünk ebből a szeretetünket átirányozott. A szervezetes volt, hogy a kitűzött keresztény nevelési elvek mellett az oktatás is maga színvonalon kellett és kellett elválni. A folyton döntő példák és tanítások tagjai az adott oktatási nevelési programok szellemét átképzésekre, továbbképzésekre jártak. Szakdolgozatokat, portfóliókat írtak. Általános iskola 8, majd 4 évfolyamos gimnáziumban is magát a foglaló oktatási intézményben. Az első érettségi vizsgára az indulás követő 10. évben 2002-ben került sor. Emlékszem, az érettségi elnyomó kezdetén mennyire meglepődtem azon, hogy az érettségi vizsga reggelén a szülők és a tantestület kísérete mellett Isten igényének hallgatását követően az öreg tanulók indulnak a világnak a vizsgára minden. Minden érettségi vizsga ünnep az iskolában. 15-12 év, ha kinek mennyi jutott, ember formában összeműve zárás. A szavazatható egyik persze pillanat, amikor a végzőfiákok tanítóik, a tanárokat fűzik a szavak. Nem felejtjük kisiskolás életet sem. Olyan is lehetne elfelejteni azt a sok szeretetet, türelmet, amit tanítóinkból kaptak. Az alsó tagozaton nem csak a betűvetés és olvasás számolás tanulhatják meg. Sesszerű, se számú nem jön a létrehozásoktól és egyházi tünetről az tartó eseményeknek. A tanítók kreativitását kezelünk meg, dicsérjük az otthonos tantermek, folyosók falai, vagy a tünetek során virágkézbe létrehozott tünetek. Néhány évvel később az országos középiskolai tanulmányi versenyeredmények az érettségi átlagos és a felvételi eredmények alapján már a 103 legeredményesebb iskola közül tartoznak a helyükön kívánnak. Biztos nem értettem, hogy iskolánban alakult a művészeti oktatás iskola is. A látogatók a kiállításokon bővítettek a tanulmányi tanulmányi munkájában a művészeti álló tehetségeket. Természetesen tanárként és diákként sem a tanulás és a vizsgák komoly néha gondolkizott a pillanatban érnek az emlékezet minden a legtovább, hanem az értékesen együtt egy szabadidő iskolai programot ünnepélye felszik, a teljesség igénye érzékézni egyetlő is néhány. 1994-ben rendek először külföldre a Németországi Amsterdambe. A holland határ melletti kisvároson a helyi evangélikus gyülekezet gyermekével együtt távoztunk. Ha nem tudjátok elképzelni, hogy mit jelent nekünk akkoriban, mi nem jártunk a nyugati országokban, országokban, ezért a rendszerváltás utáni első nagyutazásunk felelhetetlen volt. Azóta rengeteg helyen nem fogunk csak kiállni. Idén 20 éves az akkori kapcsolatunk, már az amerikai út sem tudjuk elérhetetlennek. Kiállni zenei szolgálatra, a print esőgyülekezetünk meghívására, örök emlékű alatt. Nagyon egyetlenül, hogy Prometheus projektjeink sok diákunk számára jelentett meghatározó érmények. A külföldi
kapcsolatot nyelvtanárként feltételezni, hogy a diákjaink kitartásának eredménye a nyelvvizsgát hozzá. Sok mindenért létrejött a gimnáziumi képzős intézményünkben, az egyik ilyen a sokszínű idegen nyelvválasztás lehetősége. Egyéb kitartás nélkül nincs érezték. Jól látni azt a lelkesedést, aminek felkészítünk osztályai erre a valamra, és az azt megelőző átlási illatot felé rendelkezik. Számítások során bejárnak szinte az egész országot, de nem csak vissza és vonattal, hanem kerékpárral is. Ritkáztunk a Sziget közben, a Balaton és a Feltöltő között. A Feltöltő kerülője jó magam egyszer vállalkoztak iskolai keretek szegét. Kettős érzésem volt. Egyrészt nagyon büszke voltam diákjaim előlétére, másrészt eldöntöttem, hogy többet nem megyek velük, mert elég ciki volt az ötödikesek hátát látunk végig, amit tettünk. Komoly dolgokra is belevágtunk. A péntek esti teáváltak sok híres vendége volt. Viccés János, Korzenszikát, Nagy Gáspár, Külcsaba, Erőző, Bölvészanika, Csajdanyáka, csak hogy néhány mondat említsen. Így az ünnepény megemlékező és évforduló teremtő élmény volt, és ma is a diáknak, tanárnak és szülőknek egyaránt. Csak egy-egy kilakadott esemény az előbb általánosságban említettekről. Átlányi koncertek hagyománynak, a városi kurulatesztikával vidékében mindig a legnagyobb létszámmal. Milyen gyönyörű is, amikor a legkisebbek és legnagyobbak együtt zenének. Nem volt a miénk, mint professzionálisan bárcsoport az országban. Mennyire büszkék voltunk rájuk, mert a hittanúsainkra és a tanulók az országos megmérettetésekkel. 2017-ben megtettem az 500 versenyre való felkészülés nem csak a diákokat, de a tantestületek is az összefogás megköszönt nyújtség, országos közül az elevítés kerülétek és jutalmazatás megtervezetek. A jónás előadásunk is emlékezetes, a kis hangvinokon kerékonokat és sikereket hoztak. A férfi fórus szolgáltatás sem hagyhatott ki a felsorolásból. Igazi örömélyedés volt emlékezetes fellépésekkel. Az iskola hírnevének öregbítéséért sokat megtekezett a vidámaiban. A vidámság mindjárt része a farsangokon, az élőszerű választásokon is. Az együttalkotás örömét tapasztalhatta meg a Győri Evangélikus Gimnazisták országos találkozójának több mint 300 résztvevője. A város összes jelentős művészét sikerült megszólítani. Közülük Mepetri Ádám a díjas parlamenti visszajelzését soha nem fogom elfelejteni. Életem egyik meghatározó élménye volt ez a két nap. Két nap alatt sikerült zenekart létrehozni tehetséges ifjú hangszeresekkel. A reneszánsz vetélkedő győztesei, egész osztály, egy reneszánsz légcsillagos kastélyszálló vakói lehettek. Az országos zenei tábor egykor csemmetének számított a fiatalok körében. Az egykori diákfűságunknak a hírfalangot még Nagy Gáspár főtől is méltatta. Bizonyos tantárcsoportok nem az előttem mindent múlva nagy közösség előtt mindenki maga. A természettudományok és a matematika erősségét nem csak az elsőnek, például a Mennyiúr, a Bólyai, a Hevesi, a Kánkáról mutatják, hanem a továbbtanulási és pályaválasztási szándékok, majd a beteges szakmai sikerek előtt. Személyes élményem gyakorlatilag, hogy nem tudok a kórházba vagy rendelőbe úgy belépni, hogy egy volt diák, orvos vagy egészségügyi dolgozó ne köszönne rá. De hálával emlékezem meg a sportolókról, a sport eseményeknek is. A pénteki klubban ma már fogalmam, hogy nem a győzelem, hanem a becsületes küzdésére főzelek. A tornacsapnak avatása, ütőzenekar, a saját szerteménye dinamikus dallamaival és gimnazistáim 48 perc gyakorlatának látványával örökre a szívünkbe vésődött. Világ, Európa és országos bajnok sportolóinkból a legfontosabb, amit elmondható, hogy a szívemnek nem is a teljesítményünk, hanem az alázatuk és a szerénységünk által legközelebb. Fontosak az eredmények, a továbbtanulási útmutató, de meggyőződésem, hogy a bronzmedaliak elsősorban nevelő munkája magát érdemelt a fiatal testület. Szolgálati utolsó 5 évéről most csak annyi. Számomra még ennyi év szolgálatából is állandónak tűnik, mint az, amit elfogadósult. Karágos országgyűlési képviselők állhatatosságának köszönhetően megmenekülni a templomunk, a konvent épülete, lehetnék és tornacsarnok, legkollégium, minden, ami Gráspét Péter évtizedekig a szívén és a rajzpapírjaim védelmetett. Köszönetek!
szeretetes hála Istennek, hazának, az egyházunknak. Örömmel tudtam, hogy egyre több boldogjárnak kirakja a gyermekét egykori hallomány kedvébe, és egyre több boldogjárnak még a szolgálatnak munkatársként közösségünkben. Hálával gondolok utódom Koralowski Zoltán igazgató szolgálatára, aki biztos kézzel irányítja az intézményt, és gondoskodik arról, hogy a tantestület továbbadja a következő nemzedéknek Péter és szellemiséget, mert most már ő is tudja, akik az Úrban hittnek, elejük megjönni. Szárnak el, mint a sasok, futnak és nem lankolnak el, járnak és nem tárolnak el. Isten bóvja és éltesse a Péter és a nagy családját. Reménykedni jó,
és alkotni szépet, boldogra látni minden népet. Megeterti az összes kényezőt, virágra ültetni be, tart ezt, és megkapcsolni a sivatagot. Ez, mint az élettől akarok, békében nevelni sok gyermeket, s ne legyen résztő a rengeteg, fény gyújjon fel az agyaknak, s az ember ne éljen akaraton, csak az örök legyenek vagyok. Ez, mint az élettől akarok, emlékezni arra, ami régen volt, becsülveti szegezőnek volt. Mert tapasztalás tanult jövőt, és erős volt ahhoz, hogy serdült, hogy városokat ne fedjen el homok. Ez, mint az élettől akar. A vérnek legyen végre értéke, s nem kérdezve, hogy kérdéke. Csak adni magadból őszintén, hogy kísérjen a tudás, a fény. És a gyermekek, legyenek boldogok. Ez, mint az élettől akar. Kérem, legyen minden nap ünnep, hol könnyed, nem fájdalmas szülni. Legyen hit, megértés, szeretet, vége. Hisz az életnek van valami értése. Így büszke legyen, hogy ember vagyok. Ez, mint az élettől akarok.
hogy ez nem nincs könnyű dolgom. Találkoztam ezért, egyrészt, amikor szolát képviselő úr, mint szülő is dicsérte intézményünket és köszöntelmet, köszönöm azon a jelzőket, amit az iskolával kapcsolatban használ, már akkor érzékenyültem. Ezt nagyon mondjam, hogy arra törekedtünk ebben a műsorban, hogy megmutassuk, hogy milyen sokszínű az intézményünk, hogy a tanuláson túl mennyi más tehetség jelenik meg nálunk, azok, amelyek sikerült, és bízom benne, hogy a hátulő részben is sikerülni fog. Aztán a következő jelentőtest az igazgatóasszony köszöntője volt, mert hogy igazából elég tárta az elmúlt 30 évet, és ezt én köszönöm, hiszen csak töredékesen lehetett részese ennek az időszaknak. Így jó volt hallani, és összefogott foglalva meg tudni mindazt, ami eddig történt. És ezek után nekem is lenne néhány gondolatom, ami ennél sokkal egyszerű lesz, mint mondtam, nincs könnyű dolgok. Az ikletet onnan megintettem, hogy a közelmúltban, hogy készülődünk, a mai ünnepségre kikerült a porta előtti kérdező falra egy kis installáció, ami nagyon-nagyon sok szám található, ezeket minden is fogom mondani, és néhány összefoglaló gondolat. Nos, ez látható, és ez olvasható ezen a már említett installációban. 30 év, 370 hónap, 1606 év, 11245 nap, 769.904 óra, 16.194.293 perc. Majd ezzel folytatódik 4 iskolalelkész, 3 igazgató, 4 óvodavezető, 7 igazgató helyettes, 38 óvónő, 52 tanító, 134 tanár, 2663 gyermek, 31 nyitottató, 27 ügyvédi dolgozó, 63 technikai dolgozó. És a számunk körülbelül néhány magyarázó gondolat. Sok ezer iskolában is szép, sok-sok tárgyal, több száz érettség, több millió boldog perc, több százezer dolgozat, több ezer bizonyítvány. És alul az összegzés, Péterné 30. Ennyi volt a 30. Hát sokkal több, biztos, hogy benne sokkal több. Köszönöm szépen igazgató asszonynak, hallgatói Hajnalvidnak, hogy a számokat, azokat valóságá és tényeket fordított a számunkra. Köszönöm szépen, hogy összehezted. Nagyon szép szokás iskolában, hogy azokat a kollégákat, akik 10, 15, 20 vagy 25 éve dolgoznak itt az intézményben, azokat külön szoktuk köszönteni annak kapcsán, hogy egy-egy jeles évfordulóhoz érkeztek. Most az évfordulók sora bővül, hiszen sor kerül 30 éves köszöntése, és jelentően úgy gondoltam, hogy azokat köszöntsük itt a mai alkalmon, akik alapítók tulajdonképpen itt az iskolában. Így elsőként én szorítanám Bóvészet Szebeni Gyöngyit, óvodának vezetőjét, ha megkenném kifáradnak. De már köszönöm. Én meg kellem bűnni, hogy a számok meg az én gondolatom után pár mondatban foglalja össze, hogy milyennek kellene meg ezt a 31-et. Köszönöm szépen! Hát így az, hogy emlékeztetnek mindig, hogy milyen jó volt, hogy itt vagyok, ez azért. Szóval tényleg az ember végigtekint azon az úton, ami idáig most eljutottunk, azért ez egy nagyon hosszú út. Én nagyon sokat gondolkodtam a tegnapi tervezés kapcsán, hogy mit tudok két mondatban mondani. Én ezt szoktam el tudom mondani. Féltetettel három az, amit érzek. A Jóisten iránt azért, hogy 1991-ben gyönyörűen elindult a keresztény kisgyermek nevelés, mert annak egyik időben nem volt semmiféle előtte. És hogy ez elindult, és ennek, hogy én részese lehetem, és részese lehetek ma is. Ez olyan mérhetetlen hálával töltem, mert ettől az intézménytől az óvodától én rendszeret kaptam. Mint emberileg, mint szakmailag. Hálás vagyok azért a közösségére, mert mindig körbe vesz ma is. Mert nélkülük az óvodafalai üresek lennének.
ők töltik meg tartalmának egy nap, és én minden nap éreztük bent az óvodában, amikor a gyerekek jönnek felé, mosolyog arccal és a szülő, kapunk egy ölelést, hogy a mindenható Istennek a lelke munkákat közöttünk, és áldásra kísérje a munkát, és én nem is kérek máshoz, hogy a mindenható Isten ne felelkezzen meg tőlünk, és hogy kísérje tovább a munkánkat, hogy az ő dicsés végére vezethessük a rámutató gyerekeket azon az úton, amelyet 1991-ben Tepusoktó bácsi és Itt és Gábor bácsi megálmodtak nekünk. Köszönöm szépen! Velünk van is együtt dolgozik még velünk és az elmúlt 30 évvel velünk dolgozott Horváthy Kovács Andrea, őt is hívnám.
Urányi Péter szervező munkáját. Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy eljöttek, és osztott az örömünkben. Köszönjük Magyar Botton, Öreg Piászú Botton szolgálatát. További nagyon szépen kívánok mindenkinek.